Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Roma Police Café, a rendőrség és a cigányság képviselője egyeztettek. Konferenciát tartott a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége, cél a gazdasági érdekek előmozdítása. Trófea szemle Kocsolán, megköszönték a vadászok munkáját. Festmények az iskola folyosóján, megnyílt Tamaskó Komjáti Anett kiállítása. A Roma Police Café elnevezésű kezdeményezés 2023 nyarán indult el szerte az országban. A rendezvény célja, hogy a cigányság és a rendőrség munkatársai közösen együtt gondolkodjanak. Az országos kezdeményezés Tolna vármegyei állomásán a cigány kisebbségi vezetők és a vármegyei rendőrség területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjának képviselői, valamint a bűnmegelőzési területen dolgozó rendőrök vettek részt. A rendőrség és a cigányság képviselői találkoztak Szekszárdon a Roma Police Café elnevezésű esemény keretében. A nap folyamán a meghatározó témákat a csoportok témavezetők segítségével dolgozták fel. A rendezvény célja, hogy a két fél minél közelebb álljon egymáshoz, mondta Komlósiné Kis Anett, a Tolnavármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvívője. Az első téma a cigányság és a rendőrség kapcsolatának alakulása volt, a másik téma a cigányság mindennapjai, aztán a cigányság, illetve a rendőrségnek a mindennapokban az iskolai problémáknak a megoldása, tehát hogy hogyan lehet valaki a életpályaszerűen is a rendőrség kötelékébe, hogyan kerülhet, és a negyedik pedig a vármegyében is működő legjellemzőbb kriminalisztikai dolgok. Ez a négy téma kapcsán a csoportvezetők, illetve a téma felelősök körbejárták mind a négy asztalt, ahol mind a roma vezetők, mind pedig a rendőrség munkatársai elmondhatták azt, hogy ők hogyan vélekednek ezekről a kérdésekről. A beszélgetések hasznosak voltak, mondta a szóvívő. Hozzátette, Tolna vármegyében a cigányság és a rendőrség kapcsolata példaértékű. Az egyik témafelelőseim voltam a cigányság és a rendőrség kapcsolatának alakulásában. Szinte csak nem teljes mértékben megegyezett mind a négy asztalnál ülőknek a véleménye, kisebb eltérésekkel, és ezt követően fogjuk majd elemezni azt, hogy melyik asztalnál mi hangzott el, és hogy ezekből milyen tapasztalatokat, milyen konklúziót tudunk majd levonni. Pongó Ignác, a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzat képviselője elmondta, a rendezvényen generációkról és a társadalomról is beszélgettek a felek. Azt mondhatjuk, hogy a családból érkező gyerekek nagyon sok olyan dolgot visznek a közösségekbe, amit egymásnak átadnak, egymástól eltanulnak, és attól fog megváltozni egy gyerek véleménye a rasszizmusról vagy a megkülönböztetésről, hogyha olyan tanárok kezelik, viszik ezeket a dolgokat, akik befogadóvá tudják tenni saját maguk véleményét. Az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Cigány Önkormányzat már 1999-ben kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a két fél között konfliktus és előítéletmentes viszony alakuljon ki. A Tolna vármegyei rendőrök az elmúlt napokban Bonyhádon toborozták a határvadászokat. Az érdeklődők részére szórólapokat osztottak, melyek további információkat nyújtanak a szerződéses határvadász jogviszonyról. Emellett az érdeklődőknek bűnmegelőzési tanácsokat adtak. Hasonló esemény legközelebb jövő héten november 27-e és december 3-a között Paksony, Bonyhádon, Dombóváron, Palánkon, Tamásiban és Gyönkön lesz. November 25-e a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. 1953-ban ezen a napon érkezett haza a gulág lágerekből szabadon bocsájtott első csoportja, 1500 politikai elítélt. A Magyarországról elhurcolt 700 ezer ember közül körülbelül 400 ezeren térhettek vissza. A kényszermunkatáborokban sokan embertelen körülmények között vesztették életüket. Idén Szekszárdon tartotta éves összejövetelét a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége, melynek célja a mezőgazdasági és erdészeti gépeket, eszközöket, szállító, tároló létesítményeket és erőgépeket fejlesztő, gyártó és forgalmazó jogi személyek együttes fellépésének elősegítése. A cél a közös érdekek megvalósítása.
Idén első alkalommal tartotta meg összejövetelét a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége Szekszárdon. Nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben szakmai dolgokról beszélgethessenek a partnerek. Ez a Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének egy országos szervezet a rendezvénye, aminek a helyszínt a Ferre Patent Kft., illetve Szabó Sándor barátunk biztosította. Szükség van arra, hogy próbáljanak a partnerek a gazdasági lehetőségeikről, a megoldásokról beszélni. Hiszen komoly kihívások előtt áll Magyarország gazdasága, ezzel együtt pedig a mezőgazdasági gépgyártók is. Azonban a nehézségek mellett azért lehetőségek is adódnak, amire ez a konferencia is remek alkalmat kínál. 3 évvel volt egy komolyabb beruházásunk, egy ilyen nagyobb csarnok építése, ami közel 4500 négyzetméter, amit ugye nem csak a mai kornak megfelelően, hanem ugye szélesítettük a értékesítési bázisunkat. És azért, hogy a főispánó is mondta, meg tudjuk azt, hogy mióta a Covid megjött, az a közel 3 éve, akkor mindenki kicsit megállt és kicsit vár, gondolkodik, hogy milyen irányba megy a gazdaság, hogy kicsit erőt vegyünk magunknak. Az eseménynek az acélkereskedő tagvállalat adott otthont, melynek kiemelt jelentőségű ez az összejövetel. Ugye én a 70-es években ugye mezőgépnél tanultam, és nem ezért vagyok a lokálpatriótra, hanem nekünk ugye vevőink nagy része, hogyha nem is nagyon sok magyar, de sok külföldi érdekeltségű, tehát itt ebből a közel 50 céggel, 40-nel kapcsolatban vagyunk, és nyilván ezeket kiszolgáljuk alapanyagokkal, vágott alkatrészekkel, egyebekkel, és egyébben vannak egy közülések, és én mindig szoktam azt mondani, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk kicsikét, cseréljünk eszmét, tudjuk azt, hogy milyen irányba megy. A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége több mint 50 tagvállalattal rendelkezik, melyhez kutatóintézetek is társulnak. A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége elsősorban a mezőgazdasági gépek, technológiák fejlesztésével, gyártásával és piacra juttatásával foglalkozó cégeket fogja össze, most már idestova több mint 30 éve. A fő célkitűzésünk, hogy megkönnyítsük a tagvállalatoknak a munkáját, és ahhoz is kitűnő alkalom ez a mai kis konferencia. Az idei fókusz téma a gyártás és gyártástechnológia köré csoportosult. A géptervezés és gyártástechnológia területén számos kihívással kell szembenézni, amelyek hatással vannak a termelékenységre, minőségre és versenyképességre is. Alapvetően igen, nekünk a hazai gazdákra is különösen figyelemmel kell lenni, de azt tudni kell, hogy amit megtermelünk, előállítunk gépeket, több mint a 80%-a határon túl kerül értékesítésre. Tehát nekünk ugyanúgy van a figyelmünk a külpiacokra, mint a belföldi piacra. Jelenleg a szorosabb tanácsadás, a közelséget kihasználó vevőszolgálat, tanácsadás, amivel tudjuk a hazai agráriumot segíteni. A MEGOSZ elnöke kitért arra is, a meghirdetett pályázatok lehetőséget biztosítanak majd a kis, közepes és nagy gazdaságok számára egyaránt, hogy az elmúlt 2 év gazdasági piaci változásaira reagálva a termelésüket hatékonyabbá tegyék, vagy akár a több lábon állás irányába nyithassanak. A Kocsolai Dalma Vadásztársaság trófeaszemlét tartott Dalmandon ünnepi keretek között köszönték meg a vadászok munkáját. Minden évben összegyűlnek a vadászok egy rendezvény keretében, ahol közös sikereiket és történeteiket osztatják meg egymással. Az eseményről Börcsek Zoltán beszélt. Azt mondanám, hogy 16 év vadgazdálkodási munkánkat, mert 16 éve vadgazdálkodunk itt már, ha jól mondom, ezen a területen, és hát itt az eredmény az magáért beszél, tehát én azt mondom mindig, hogy érdemes foglalkozni a vaddal, és tehát nem az a cél, hogy minden áron elejteni a vadat, hanem először is hogy megélék azt a kort, amiben golyóérettek legyenek, és hát az itt most ez az eredmény is magáért beszél. A rendezvényen megtekintetik az elejtett vadak trófáit. A vadászat szépségéről is szót ejtett
Gyenei Ferenc. Hogy a vadászatnak meglássák néha a szépségét is, és ne csak azt találjuk meg benne, hogy tulajdonképpen miért is nem kellene vadászni. Megpróbáljuk megadni azt a tiszteletet ennek a vadnak, hogy a mi kis szórakozásunkért tulajdonképpen ő az életét is áldozta. Úgyhogy ez a trófeaszemre van itt, ezt a trófeaszemlét mutatjuk itt be. Megpróbáljuk olyan környezetben megtenni, ami tényleg méltó arra, hogy ezeket a csodálatos állatokat vagy azoknak a trófeit bemutassuk. Az eseményhez a szép idő is hozzájárult. A rendezvényt vadételekből készült ebéddel zárták. A szaloncukor az adventi időszak hagyományosan népszerű terméke. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint egy-egy háztartás évente 1 kilónyi szaloncukrot vásárol. A legkedveltebb a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes. A Magyar Édességgyártók Szövetségének tájékoztatása szerint Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók. A szaloncukor értékesítése a koronavírussal erősen sújtott 2020-as év kivételével évről évre növekvő tendenciát mutat. Az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban. Teljes terjedelmében égett egy személyautó csütörtök este Döbrökközön egy Homokhegy utcai családi ház udvarán. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltatták el a lángokat. Újra kiállítást rendeztek a Tolna vármegyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola VIP galériájában. Korábban 2000 és 2016 között voltak már itt kiállítások. Hosszabb kihagyás után az idei tanévtől újra lehetőség nyílik művészeti alkotások bemutatására a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolában Szekszárdon. Az első kiállító Biszák László festőművész volt. A jelenlegi tárlaton Tamaskó Komjáti Anett, az iskola egyik volt tanárának művei tekinthetőek meg. Maga a kiállításnak az újra szervezése, az ötlete a Schnitta Sámuel országos gasztronómiai verseny kapcsán került újra előtérbe egy barát és egy fél munkatársi megbeszélés kapcsán. Ennek apropója az volt, hogy a művészeket kértem meg, hogy támogassák a rendezvényünket, az akkori versenyt, és egy ilyen megbeszélés kapcsán pedig újra följött ötletként, hogy akkor a VIP galériát megint fel tudjuk akkor éleszteni. A diákok számára sokat jelent a művészeti alkotások megjelenése az iskola falain belül, mondta Herczig Anna. Én az előző kiállításnak is nagyon örültem, ugyanis szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy minden szünetben bármikor le lehet jönni és nézelődni, inspirálódni. Számomra például a művészet nem áll tőlem távol, úgyhogy engem igazán lekötöttek a rajzok, és bármikor, amikor lejöttem, akkor körbenéztem, és volt is olyan ötlet, amit én így gyűjtöttem, és próbáltam úgymond beleépíteni gyakorlásként a rajzaimba, amit készítek alkalmanként. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy itt lehetőség van az iskolában a kiállításokra. Az iskolában megjelenő képzőművészeti alkotásokkal olyan diákok figyelmét is sikerült felkelteni, akik számára ez korábban ismeretlen terep volt. A tanulók szünetekben meg tudják nézni a kiállított festményeket, és beszélgethetnek róluk. Ez jó hatással van rájuk, mondta Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja. De amikor ebben a millióban, ahol bejövünk tanulni, megjelennek alkotások, és megjelennek képek, arcok, és ezek valamiféle érzéseket tükröznek, és ezt tudatosan el is mondjuk a gyerekeknek, hogy egy picit nézzék meg, és egy kicsit érdemes megállni, és ránézni is. És nem kell elmondani, hogy mit indít be benne, de valamit nyilván elindít mindegyikünkben egy-egy ilyen kép, akkor azzal már nagyot léptünk előre, mert azzal már felkeltettünk egy érzést, felébresztettünk egy érzést, és elindítottunk egy gondolatot vélhetően a kis fejekben. Dömötör Csaba megnyitó beszédében kihangsúlyozta, nagyon fontos kapcsolódási pont az iskola és a művészek közös kiállítása. A tárlaton kiállított képek többségében olyan fejeket, női arcokat ábrázolnak, melyek az alkotó érzéseit közvetítik. Regionális híreink következnek. Kész tervekkel álltak elő a Bobita felújításáról egyeztetett a politikus. Valóra vált álom, 148 millió forintos kormányzati támogatásból épült Milliből csodák parádunk.
Hazai halfajok, halfogyasztás népszerűsítése, kiállítás nyílt a pécsi vásárcsarnokban. Elkészült a terv, akár pályázni is lehetne a Bóbita megmentésére született dokumentumokkal, mondja az ÖPE frakció vezetője. Kővári János kész elképzeléssel kereste fel a városvezetést az egykori bábszínház épületének helyreállítására. A belvárosi épületre akár 1,5 milliárd forint támogatást nyerhetnek pályázati forrásból, mondja a pécsi politikus. Facsemeten nőtt ki a régi Bóbita épületének tetején. Mállanak szét a stukkok, szakad le a vakolat. Életveszélyes állapotban van a műemléki jellegű ingatlan, közel a megsemmisüléshez. Az utolsó pillanatban indított ötletkampányt az épület hasznosítására az ÖPE Kőveri János vezetésével, és már terveket is készítettek az építészek a beérkezett javaslatokból. Ezek olyan minőségű tervek, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy beadható lenne holnap a pályázat, hiszen egyrészt, ha eldöntötték, hogy milyen funkciók legyenek, mert több funkcióra van kitalálva, akkor arra is választ ad a tervünk, a tervezőr akár elkészített terv, hogy mi mennyibe kerül. Tehát már egy költségbecslés is van a különböző funkciók mellett, és akkor nyilván el lehet dönteni, hogy mi legyen benne, annyiba fog kerülni. Ezzel gyakorlatilag már szinte be lehet adni pályázatként a már egyébként megnyitott pályázatra. Egy kép a dokumentációból, nem mutathatunk többet a jogi védelem miatt. Topos forrásból lehetne 1,5 milliárdos támogatásra pályázni, amiből megmentenék a Bóbita egykori épületét. A képviselő azt mondja, a műszaki terveket már a városvezetésnek is megmutatta. Elkezdődött a tárgyalásunk. Az első körben egyrészt bemutattam a projekt tervünket, másrésztről pedig összegyűjtöttük közösen a két alpolgármesterrel, hogy milyen együtteseknek nincs helye, azoknak milyen helyigénye van, tehát hogy egyeztessük, hogy a szerintünk elképzelt funkciók és a szükségletek azok találkoznak egymással, és ez nagyon sok ponton találkozik. Még lesz köre az egyeztetésnek, tehát nem fejeztük be. Az volt a kérése a polgármester uraknak, hogy helyezzük el a Bóbita felújítását az egész városi kulturális intézmény rendszerben. Erre nyitottak vagyunk. Most abban a szakaszban van a döntés, hogy végig gondolja a városvezetése az elképzelést. Ezután lehet döntés a pályázat beadásáról. Egy helyi művészeti központot képzelnek el ide, ahol a pécsi táncegyüttesek, zenei csoportok, színházi társulatok, illetve civil kezdeményezések kapnának állandó helyet. Ezt szeretnék megvalósítani, mondja a politikus. Az épületben az irodák kisebb termek mellett egy 220 fő színházterem ad lehetőséget a fellépőknek, illetve mintegy 100 fős próbaterem a gyakorlásra. Ezeket éreztenék újjá a beruházás során. 148 millió forintos kormányzati támogatásból épült mini bölcsöde Karádon. Ezzel 40 éves álom vált valóra a somogyi településen. Az intézményt a legkisebbek már birtokba is vették. Jelenleg 7 kicsi ellátásáról gondoskodnak a mini gesztenye bölcsiben. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a bölcsödére. Csütörtökön délelőtt megszentelték Karád legújabb fejlesztését, méghozzá a település központjában kialakított bölcsödét. Az intézmény jelenleg 7 gyerekkel üzemel, a beruházás pedig megkönnyíti a szülők mindennapjait, hiszen így visszatérhetnek a munkavilágába. Azt gondolom, hogy meghozta a gyümölcsét ez az egész dolog. Adtunk lehetőséget szülőknek arra, hogy munkába állhassanak, megnyílott számukra a világ. Azért Karád eléggé elzárt település a közlekedés szempontjából, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy nyitottunk, adtunk egy lehetőséget, és hál' Isten éltek vele a szülők. Tehát most per pillanat ott vagyunk, hogy várólistán is vannak gyermekek, akik szeretnének jönni, hát igyekszünk majd ezt az igényeket kielégíteni. 40 évvel ezelőtt is bölcsödeként üzemelt az épület, azóta azonban üresen állt és nagyon leromlott az állapota. Most 148 millió forintból sikerült felújítani, modernizálni és eszközökkel felszerelni. Még én is itt voltam bölcsödés, utolsó bölcsödések egyike voltam, és hát 40 év után sikerült ezt az álmot valóra váltani. Tényleg egy leromlott épület volt itt a falu központjában tulajdonképpen, és ezt sikerült most újjávarázsolni.
Ez nagyon fontos számunkra, hiszen ez vonzóbbá is teszi a települést a fiatalok letelepedéséhez, illetve munka helyet teremt, és tényleg egy új ég a falunak. Az elmúlt években összesen 5 milliárd forint támogatásból fejlődhetett Karád, ezt már Vicman Mihály, a térség országgyűlési képviselője mondta az átadón. Egészen nagyívű fejlesztésektől kisebb beruházások is tudtak így megvalósulni. Említhetném itt a szennyvízberuházásnak a kivitelezését, említhetném a víz Karád Andócs összekötő útnak a teljes felújítását, a emblematikus épülete a katolikus templom a településnek, az is több 100 millió forintból tudott megújulni. A mai napon 148 millió forintos támogatásból egy új bölcsödét tudunk átadni. Folyamatban van egy 150 millió forintos csapadékvízelvezetési projekt előkészítése, és hát a Magyar Falu Program támogatásaiból orvosi rendelő fejlesztésére, szolgálati lakás, orvosi szolgálati lakás felújítására nyílt módunk és lehetőségünk, éppen úgy, ahogy belterületi utak megújítására, a traktor munkaeszközök beszerzésére, szélessávú szupergyors internethálózat kiépítésére egyaránt volt mód és lehetőség. A bölcsődei beruházás mellett további 30 millió forintból energiahatékonnyá tették az orvosi rendelőépületét, és egy szolgálati lakást is kialakítottak Karádon. A hazai halfajok bemutatására vállalkozott a pécsi vásárcsarnok egy kiállítás formájában. Itt leírások és bemutatók alapján ismerhetik meg az érdeklődők azokat a fajtákat, amelyek a magyarországi vizekben találtak otthonra. Az ismeretterjesztésen túl fontos cél a halfogyasztás népszerűsítése is. A halászok eszközeit a Magyarországon felelhető halfajokat mutatja be a pécsi vásárcsarnok új kiállítása, ahol élő halakat is láthatnak majd az ide látogató kisiskolások. Most az idén már nem várunk iskolás csoportot, mert nagyon advent időszak és karácsony időszak van, hanem a januári hónapban a Dunadráva Nemzeti Park kolléganője halas órákat fog tartani itt a gyerekeknek, úgyhogy várjuk az iskolás csoportoknak a jelentkezését. Január 30-áig látható a kiállítás. Az ismeretterjesztés mellett a halfogyasztás népszerűsítése is célja a rendezvénynek. Magyarországon a halfogyasztásnak az öme karácsonyhoz kötődik, viszont nagyon szeretnénk, hogyha ez megváltozna, és máskor is ezt az egészséges élelmiszert is fogyasztanánk. A másik pedig az, hogy tudjunk meg többet ezekről a gyönyörű élőlényekről, tudjunk meg többet a Dunadráva Nemzeti Parknak a természeti kincseiről. Abba is bízunk, hogy aki ide eljön hozzánk, az visszatér vásárlóként, és elmegy a Dunadráva Nemzeti Park természeti kincseit megnézni. A hazai halfajták gazdagsága nem köszön vissza a kínálatban, mondja a halkereskedő. Sajnos nincs is rá igény, és nagyon kevés halfajtát ismernek a magyarok. És ez még talán a kisebb baj, de nagyon keveset is esznek. Tehát nagyon alacsony a halfogyasztás Magyarországon, és hát egy ilyen kiállításnak így az üzlet mellett talán a legnagyobb előnye, hogy az embereket meg kell ismertetni. Nem kell félni a haltól, a szálkától sem kell félni, lehet nagyon jól filézni a pontyot is, azt is el lehet úgy készíteni, hogy szálkamentes legyen. A jól bevált kedvenceket veszik a hazai vásárlók a halakból. A receptek között is ritka az újdonság, ez a tapasztalata a kereskedőnek. A leggyakoribb halfajtánk, amiből a legtöbb fogy, az a ponty, az a klasszikus, az a legismertebb, utána jön talán a szürke harcsa, és azután az apró halak, kárász, keszeg, ilyesmi. Szoktam mondani, hogy bátran lehet kísérletezni a hallal, tehát nem csak halászlé és rántott hal létezik, hanem nagyon sokféle ételt lehet készíteni belőlük, úgyhogy nyugodtan szabad kísérletezni. A halaknak kulcs szerepük van az ökoszisztémákban, és a környezeti egyensúly, a biodiverzitás, valamint a táplálék ellátás szempontjából is kiemelt szerepük van. Magyarország rendkívül gazdag halfajokban. A hazai folyók, tavak és patakok kiváló élőhelyeket biztosítanak számukra. Az elmúlt években végzett kutatások alapján körülbelül 70-80 dokumentált halfaj él Magyarországon. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Roma Police Café, a rendőrség és a cigányság képviselője egyeztettek. Konferenciát tartott a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége, cél a gazdasági érdekek előmozdítása.
trófea szemle kocsolán megköszönték a vadászok munkáját. Festmények az iskola folyosóján megnyílt Tamaskó Komjáti Anett kiállítása. Szombaton országszerte hideg front alakítja időjárásunkat. Napközben az ország túlnyomó részén erős, olykor viharos lökésekkel kísért szél fúj. Az ország délnyugati határvidékén marad várhatóan mérsékeltebb a lézmozgás a felhőzetből. Szorványosan, kevés helyet érintően és kis mennyiségben, de országszerte előfordulhat zápor, havas eső, zápor, illetve hózápor. Este is él is marad a szeles idő, nyugat felől újabb felhősáv érkezhet, melyből itt-ott hószálingózás, havas eső is előfordul. Többnyire fagyos lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!